Sziasztok és boldog új évet mindenkinek! Meghoztam 2024 első videóját, ami nem más, mint egy vlog, amiben megmutatom a január első hetét. Azt mondanom se kell, hogy rengeteg célom van. Az első számú célom továbbra is a belső fejlődés. Ezért is a napomat egy légzőgyakorlattal indítottam, ami rettenet idióten néz ki kívülről, de nagyon hatásos. Próbáltam megörökíteni a reggeli készítési folyamataimat, viszont a kamerám nem igazán akart közreműködni a fókuszban. Továbbra is a MyProteinnek ezt a kollagén fehérjéjét használom, és megsugnám, hogy 10-éig tartanak a MyProtein akciók, úgyhogy ha a leírásban lévő linken keresztül vásároltok, elég sokat tudtok spórolni. Az elmúlt pár órában fogalmam sincs, hogy miben ment el az idő. Igazából, hogy hasznos is volt, meg nem is, én tényleg nem tudom. Hangüziztem, storytime-oztam, a szilveszterről meséltem az egyik barátnőmnek. Duolingoztam, tusoltam, de eltelt az idő, és azt gondoltam, hogy majd én délelőtt elkezdek tanulni, ugyanis kell leadnom jövő hét hétfőig 2 beadandót, viszont a hétvégén nem lesz szabad, szóval azt most még hétköznap meg kell csinálnom. Illetve 15-én lesz egy vizsgám, amire valószínűleg csak jövő héten fogok tanulni, mert jó, hát el kéne kezdeni a héten. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a héten ki kéne így dolgozni a tételeket, és akkor jövő héten ezt így tanulmányozni. Csak megint szerintem alábecsülöm a mennyiséget, mert szerintem nem leszek meg ezzel mondjuk egy nap alatt, hogy kidolgozzam a tételeket. Ez a fejemben így nagyon jól hangzik, hogy jaj, gyors nap alatt, fél nap alatt kidolgozom, és akkor minden nap egy kicsit tanulok. Szerintem ez nem így lesz. Most viszont megyek dolgozni, úgyhogy jaj, de csúszik. Úgyhogy oda készülődök most éppen. Szóval nem fogok egy teljes minket csinálni, csak felrakok egy kis korrektort. Őszintén szólva, most nagyon-nagyon motivált vagyok erre az évre. Minden év elején motivált vagyok, de valahogy most egy ilyen, nem tudom, ez ilyen másféle motiváltság, meg így tényleg így érzem, hogy fú, ez most nagyon jó év lesz, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok. Nem akarok úgymond lusta lenni a céljaimhoz, és hogyha valamit kitűzök, azt tényleg meg fogom csinálni, és valóra fogom váltani. Tök mindegy, hogy mennyi időt, energiát kell valamibe beleraknom, azt bele fogom tenni, mert ez egy jó év lesz, és ennyi, nem tudok más mondani. Egyébként sok célom van idénre. Igazából nem feltétlen mindegyik ilyen kézzel fogható. Egyik fő célom az így a személyes fejlődésem. Spiritualitás, tudatosság, ilyesmi. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az egészségemre is, illetve hogy hallgassak a testemre, mint táplálkozás szempontjából, mint pedig mozgás és sport meg edzés szempontjából. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljunk hallgatni a testünkre. Ez nem lesz így teljesen új, meg nagyon távoli dolog tőlem, mert erre próbáltam néha-néha figyelni az előző évek során is. Természetesen bővíteni szeretném a vendégkörömet is. Persze ahhoz mértem, hogy azért mellette suliba is járok. Semmiképpen sem szeretném túlvállalni magamat, mert nem szeretnék átesni a ló túloldalára, úgyhogy megtaláljuk mindenben az egyensúlyt, mert mérleg vagyok, és ez a mániám, hogy nekem egyensúlyt kell találnom mindenbe. Ez most kicsit ilyen drasztikusnak tűnik. Én nem tudom, hogy most hogy ment fel ennyi kontúr, vagy miért bronzosító fejemre. Szóval úgy szoktam csinálni, hogyha csak az edzőteremben megyek, és utána nem megyek máshova. Mert egyébként sima edzéshez nem szoktam sminkelni. Viszont, hogyha dolgozok is, meg edzek is, vagy ha csak dolgozok, akkor is. Ezért egy pici sminket szeretek feltenni, mert hát nem tudom, azért így kicsit így jobban érzem magamat. A bőrápolás, hajápolás is a kis céljaim között van erre az évre, ismételtem, mondjuk ez minden évben szerintem egyre szebb a bőröm, de még mindig nem tökéletes, még nem tökéletesítettem a rutint. A hajam. Jó, most ne nézzétek, mert most egyébként szilveszterre kivasaltam, hogy ne kelljen annyi cuccot cipelnem magammal ilyen hajápolási dolgokat. Úgyhogy igen, és azóta viszont nem vasaltam rá, mert nem akarom, hogy annyi hő érje. Úgyhogy most egy kicsit ilyen össze-vissza, úgyhogy ezzel ne is foglalkozzatok, de egyébként alapból sem túl egészséges, hogy úgy bevalljam az igazat. Pedig, amennyire tudom, kerülöm a hőt, és nem tudjuk megállapítani a fodrászommal sem, hogy mi történik a hajammal, mert nagyon száraz, pedig olajt is rakok rá, és
nem a legolcsóbb fajtát. És valamiért úgy érzem, hogy semmi nem segít rajta. Úgyhogy meg fogok próbálkozni még egyéb dolgokkal idén. És a célom az, hogy egészségessé tegyem, és azért kicsit növesszem is. Mert az a helyzet, hogy amióta így ennyire így el van roncsolódva. Azt tudom, hogy miért van elroncsolódva, mert tavaly előtt, 22-ben rengeteget vasaltam, és ezzel eléggé tönkretettem. Úgyhogy az okát tudom, csak helyre rakni már nem olyan egyszerű sajnos. De most erre jut eszembe, hogy egy másik dolog, amire szintén szeretnék koncentrálni, ugye így a spiritualitással kapcsolatban, meg így a tudatossággal kapcsolatban az, hogy megválogassam a szavaimat. Mert most is mondom, hogy nem nő, és ezáltal én hiszek ebbe, hogy nem csak a gondolatainknak, de a szavak, amiket kimondunk, azoknak is ilyen teremtő erejük van, és ha ezt mondom, meg ezt gondolom, hogy nem nő a hajam, miért csodálkozok, hogy nem nő a hajam? Úgyhogy erre is sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni ebben az évben, hogy rendesen megválogassam a szavaimat, és azokat a dolgokat mondjam ki, amiket szeretném, hogyha valóra válnának. Nyilván ezt nem lehet szerintem, most biztos lehet, de én ezt nem szeretném úgy 100%-osan komolyan venni olyan szempontból, hogy azért nyilván vigyázni kell, minden szavamat meg akarom válogatni, de ha véletlen valami kicsúszik, amit nem akarom amúgy, hogy valóra váljon, csak egyszerűen ki akarom mondani az érzéseimet és a gondolataimat nyersen, őszintén, akkor nem akarom, hogy attól kelljen aggódnom, hogy úristen, nem valóra fog válni, vagy nem tudom, hogy ezzel most elrontottam, szóval nem fogom ennyire görcsösen komolyan venni. De azért sokkal jobban fogok figyelni, tényleg. Tartalomgyártásba is több energiát szeretnék befektetni. Nem egyébként én nagyon-nagyon szeretem, és tudom, hogy az utóbbi időben hanyagoltam. Egyébként nem minden szempontból, mert például TikTokon egészen aktív voltam szerintem. Úgyhogy igen, csak így mindent egyszerre nem annyira tudtam, meg így sokszor nem volt motivációm, viszont a megközelítés, amit alkalmazni szeretnék idén a tartalomgyártással, mert szerintem ezzel úgy fogom érezni, hogy ez tényleg így nyilván másoknak is, meg magamnak is van, és nem ilyen kötelességből fogom csinálni, hogy most ez muszáj, mert nem tudom, nem akarom ilyen anyagi okokhoz, vagy anyagi célokhoz kötni feltétlen. Szóval, ahogy hozzá szeretnék állni ehhez, vagy ahogy meg szeretném közelíteni az egészet, minthogyha tényleg egy ilyen kis életemről szóló videó napló lenne, hogy majd a gyerekeim, később az unokáim, illetve én is, meg így majd a családom, a jövendőbeli családom, majd vissza tudják nézni a fiatal koromat. Mert pont ezen gondolkoztam már amúgy sokszor, hogy így a családomba az idősebb generációnak én is így tök szívesen így visszanézném az életét, mert így az unokatesommal is szoktuk beszélni, hogy megnéznénk, hogy töltötték a kis fiatalságukat, meg hogy éltek, mit csináltak, és pont ezért szeretném én is megörökíteni a saját életemet, hogy ezt majd később vissza tudják nézni, meg majd én is vissza tudjak rá így tisztán emlékezni, mert nyilván nem fogunk mindenre emlékezni, viszont hogy megörökítjük, akkor ez, na, hát az teljesen más. Úgyhogy ezzel a hozzáállással fogok most így videózni, meg tartalmat gyártani, és amúgy emiatt így tökre izgatott vagyok, és hát emiatt is. Ja, jól van. Felcsapok egy kis pirosítót, még szempilla spirált sem rakok. Nem akarok kaját cipelni, hogy még valamit bekapok, mielőtt megyek. Most tudom, hány óra van közben egyébként. Hello. Videózok, és TikTokra is csinálok egy vlogot, remélem. De jó, nem fókuszált rá az egészre. Én ezt nagyon szeretem. Fél 11. Igazából el kell indulnom legkésőbb egy fél órán belül, mert sétálok. Fú, amúgy annyi célom van, és annyit tudnék erről beszélni, hogy nem fogok mindent besűríteni egy videóba, főleg nem egy ültőhelyen beítni az összes célomat, mert amúgy tényleg nagyon sok van, de még nem, nincs is minden leírva, így a fejembe így csak jönnek az új gondolatok. Nyilván vannak fő célok, meg az ahhoz vezető apróbb ilyen részcélok, de nem akarok mindent így megosztani. Mert azt majd akkor osztom meg, ha már látjátok, hogy teljesítettem, és elértem, és elmondom majd, hogy hogyan értem el, úgyhogy csak nyugi. Ezt inkább magamnak mondom, hogy nyugi. Nem mondom, hogy életem legesztétikusabb kajája, de ez egy tonhal, 2 pufi rizsem, meg egy kis jégsaláta. Ez lesz az edzés előtti, vagy munka előtti kis nasim. Sziasztok! Tegnap nem sikerült már bejelentkeznem, teljesen elfelejtettem. Illetve egyszer így eszembe volt, aztán utána el is szállt a gondolat.
érdekes dolog nem történt. És most sem azért jelentkezek, mert már annyira érdekes. Egyébként eléggé mennem kéne, el kéne indulnom itthonra, mert ma már voltam egy-két dolgozni, meg edzettem, aztán hazajöttem, és ettem, tusoltam, és átöltöztem, aztán most megint megyek visszaterembe, még dolgozok egy órát, viszont már neki kellett volna állnom tanulni, hát egy jó pár napja, már egy jó pár hete tulajdonképpen. Beadandókat meg kéne csinálnom, úgyhogy az a tervem, hogyha ma hazajöttem, most mondom egy órát dolgozok, utána hazasétálok, fú, ez tiszta pörgős napom van egyébként, egy perc nyugtom, annyira nem volt. Nem baj, amúgy szeretem az ilyet. Amit amúgy pont akartam mondani, fú, gyerekek, ADHD. Nem tudok befejezni egy mondatot, anélkül, hogy neki kezdjek 8 másiknak. Szóval először is, hogyha hazajöttem, akkor nekiállok a tanulásnak. Most itt szavamon fogom saját magamat. A másik dolog, amit akartam mondani még így gyors mielőtt megyek, csak egy ilyen kis pozitív gondolat így, hát nem tudom magamnak, illetve egy ilyen hála kifejezés tulajdonképpen, hogy én annyira imádom ezt a munkát, és én olyan hálás vagyok érte, hogy ezt az edzőit elvégeztem tavaly, mert az egy dolog, hogy ez mindig álmom volt. Egy dolog. De egyszerűen nem is tudok munkaként tekinteni rá. Mindig van hozzá kedvem, mindig van kedvem menni. Nincs az, hogy jaj, menni kell, hanem egyszerűen pörgök és mosolygok közben, és imádom, és élvezem. És nagyon szeretek. Én jobban szeretek emberekkel dolgozni, mint én azt gondoltam volna, hogy nem tudom, így gondoltam, hogy majd jó lesz, meg nyilván éreztem, hogy ez egy nekem való feladat lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire, de ennyire fogom élvezni, és egyszerűen komolyan mondom, hogy minden vendégemben nagyon szeretek dolgozni. Illetve nem csak a testüket edzük, hanem közben egy ilyen terápia is szerintem egyébként. Nem csak nekik, hanem amúgy nekem is, mert amikor végzek a munkával, akkor így feltölt, és így annyira jó kedvem lesz tőle, meg így inspirált leszek így mindenhez igazából. Nem is az van, hogy így lefáradok. Én most nyilván még nem ott vagyok egész nap, szóval más lesz majd, hogyha sokkal-sokkal több vendégem lesz, de egyelőre most még tökre úgy vagyok, hogy most még nem fáradsz le, csak feltölt. Szimplán, és nem tudom, mindegyikükkel olyan érdekes dolgokról szoktunk beszélni, belemegyünk ilyen mélyebb témákba, egymást megismerjük, és annyira, nem tudom, imádom, csak így gondoltam, ezt megosztom veletek, hogy mennyire hálás vagyok, na de most akkor megyek is, és hogyha hazajöttem, akkor nekiállok tanulni, ez soha. Tartottam magam ahhoz az ígérethez, amit tettem, és tényleg munka után, amikor hazaértem, nekiálltam tanulni. Elkezdtem a két beadandóból az egyiket, amit nagyjából másnap délelőtt fejeztem be, aztán aznap szintén mentem dolgozni és edzeni. A péntek délelőttöm ugyanebből a programból állt, írtam a második beadandómat, amit délután be is fejeztem, és el is küldtem mindkettőt, aztán jött hozzánk Melissa barátnőm, és együtt töltöttük az egész hétvégét. Ez most egy nagyon valódi vlog. Nagyon nem vagyok elememben. Anyának most fejtettem ki, hogy annyira rossz ez a vasárnap. Tudom, hogy lenne is dolgom, és egyébként így belegondolok az ilyen adott tevékenységekbe, amiket amúgy csinálnék szívesen, és tényleg szívesen csinálnám, de fizikailag a testem nem képes rájuk. Nem vagyok képes rávenni magamat. Vasárnap van, egész hétvégén nálunk volt a Melissa, barátnőm, és nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, de és elment, és most én üres vagyok. Egyébként azért ezt megmutatnám. Épp szedjük le a karácsonyfát. Szedjük? Anya szedi. Hát pedig egy dísz nem vettem le. És a díszek, ezt nem bírom, kész. Mentségemre szóljon, TikTok videót vágtam eddig, és még egy dolgot szeretnék mondani, hogy tiszteljétek, hogy milyen valódi vagyok ebben a videóban. Szörnyen nézek ki. Itt a szememmel valami van egy ideje, de egyébként azt nézem, hogy most még be is van dagadva, vagy ez a fény miatt ilyen? Nézd rám, be van dagadva? Igen. Igen? De jó. Igen. Itt így kijönnek ilyen ekcémák mostanában, meg így a szemhéjem van. És egyébként ez már szép. A bőröm, megmutatom. A bőröm is ilyen állapotokban van. Feltételezem női okoknak köszönhetően. Eddig hamisítvány voltál? Micsoda? Ezt most nem értem. Te mondtad, valódi vagyok. Jó, de érted, mire gondolok. Igen, nincs rajtam smink, nincs rajtam filter, szóval nézek ki, és még így is bejelentkezek. Száraz a bőröm, száraz a hajam. Egyébként a hajammal, ne kérdezzétek, hogy mi történik. Egyik nap is mondtam anyának, hogy valami van a hajammal, baj.
Azt mondja, hát most meg, mondom, tegnap mostam meg. Nem tudom, valamikor hiába használom ugyanazokat a termékeket a hajamra, rossz lesz, rosszul sikerül a hajmosás. És ez most azok az alkalmak közé tartozik. Segítek mindjárt. De nem, bök, így is, ezt nem tudsz most segíteni ebbe. Akkor nem segítek. Viszont ma meg fogom mosni a hajamat, és ennyi. Igazából mondom, millió egy dolgom lenne. Nem akartam, hogy teljesen haszontalan legyen a napom, úgyhogy elmentem hajat mosni, és motiváló videót néztem. Erről majd később még beszámolok. Felraktam egy arcmaszkot, amiután még jobban éreztem magam, megcsináltam az arcápolási rutinomat, ettem egy tápláló egészséges színes vacsorát, és elkezdtem vágni ezt a videót. Na, 7 óra 20 van, és boldogan közölném veletek, hogyha azt hiszitek, hogy kuka a napotok, ne temessétek még el, mert lehet, hogy később még megjön a motivációtok valamitől. Teljesen esélytelennek, lehetetlennek láttam, hogy bármit kihoznék a mai napomból. Úgy éreztem, hogy egész nap csak tengek-lengek, tényleg nem csinálok semmit, fekszek, nincs motivációm, nincs inspirációm, nem fog semmit csinálni, ma kezdtem is beletörődni. Egyébként azt zárójelesen megjegyezném, hogy vannak ilyen napok, az is normális, hogyha egyébként így töltünk egy napot. Tudom, hogy nem lehet minden nap produktív, viszont kicsit azért úgy, főleg, hogy az agyamban ott van, hogy azért lett volna dolgom. Na értetek. Szóval azért nem akartam teljesen kukába dobni a mai napomat. Tehát úgy döntöttem, elmegyek tusolni, hajat mosok, felfrissülök. Tusolás közben néztem egy videót, egyébként ez egy podcast. Régen néztem ennek a Choice-nek egy-két videóját, viszont amióta ez a podcastja van, azóta már néhány részt abból is meghallgattam, és mindig tökre motivált voltam. Aztán így feldobta a videóját, mondom, úgy aktuálisnak tartottam a témát, úgyhogy megnéztem egy videót, hogy így hogy ne legyünk lusták. Hogy hagyjuk abba ezt az ilyen lusta korszakunkat. És egyébként csomó olyan dolgot mondott, amit így fura átéreztem, és egy 42 perces videó volt, végig is néztem, és annyira megjött így az életkedvem, a motivációm, inspirált lettem, tartalmat akarok gyártani, úgyhogy már vágom ezt a videót, és szerintem ki is fogom marakni, mert tökre motivált lettem, mondom. Tehát egyszerűen így megjött az ihlet, hogy én ezt most megvágom. Gondoltam, most még bejelentkezek, már záró gondolattal is lezárnám ezt a videót. Nem tudom. Egyébként most jelenleg mondom, így már nagyjából ezt a részt így megvágtam, ameddig eljutottunk eddig. Nem életem videója lett, valljuk be, de nem baj, ilyenek is kellene. Az volt a célja, hogy megmutassam, hogy telt január első hete, és hát ez most így telt. Nem mondom, hogy a lehető legjobban, de egyébként nem volt vészes. Mivel tanulnom kellett, ezért tudtam, hogy valami ilyesmi féleképpen fog megvalósulni az első pár napja az új évnek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a január első hetében, és hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Egyébként szerintem holnap is elkezdek egy vlogot. Puszi, sziasztok!